Fidesz még 10 előtt azzal kampányolt, hogy visszaállítják a kispostákat. Semmi. Visszaállítják a bezár szárnyvonalakat. Semmi. De minek kéne visszaállítani? Igen, szóval ez borzasztó érdekes. Az egy nagyon szomorú időszak volt, ez a 2002-től 10-ig, mert tényleg nagyon normális javaslatokat hol leszavaztak, hol kampányoltak ellene, hol lenépszavaztak, majd megcsinálták. Leszavazták a tandíjat. Van ma tandíj? Nincs! Hanem az van. Tudod mennyi a Cornelison angol nyelvű közgazdász képzés? Nem. Egy évre. 760 ezer forint. A lányom ugyanezt mennyiért csinálta Utrechtben? 2000 euróért, tehát olcsóban. Ja, és mellesleg most egy havi 500 eurós ösztöndíj, de ez egy másik kérdés. Ez a botrány. Ez borzasztó. Tehát, hogy az jöjjön ki végeredményként, hogy az is bolond, aki Magyarországon megy egyetemre. A szörnyű. Lányod, azt mondod? Lányom Hollandiában járt. Most hazajött már? Nem fog hazajönni. Ezt akartam mondani. Hát ezek ugyanis... Hát látogatóban hazajön. Világos, de hát adót fizetni már nem. Ez a korosztály egyébként is azért a legveszélyesebb, mert ott ismeri meg a szerelmét. Valószínűleg ott lesz neki gyereke, ott fog elmenni életében először állásba. Hát kész. Aztán mondtam, hogy férhez megy? Ma már az nem fontos. De a gyerek az megvan, az a dolog lényege. Még nincs, de reménykedem majd egyszer. Igen, hát ez. Maradjunk ezen a politikai vonalon, hogy akkor szerinted mi a megoldás? Tehát ezért volt két komoly választás. Most az Újpestit hagyjuk, az egy különleges volt. Ott amúgy is balos körzetben Kispéter után megválasztották az MSZP-s jelöltet. Hogy volt egy veszprémi választás, ahova le is mentünk, segítettünk a késznek, és hallottatok, mi tudjuk, hogy miattunk nyert, ugye? Tapolcán nem voltunk. Bocsáss meg, a Kézulinál én voltam, én csináltam a kampányzárót. Nem is hallottatok. Na jó, 50-50 egyezünk meg. És ott sikerült. Ehhez képest, meg ami történt Ajkán Tapolcán, ott meg nagyon nem sikerült, pedig én lőttem nagyon mellé, a fiúk mondhatják, én megjósoltam, hogy olyan henger lesz, hogy a part 15%-kal. Tényleg? Igen, én ezt hittem. Mert nem tudtad, hogy az a választókörzet még Ajkával együtt is a 106 besorolt valamilyen szempontból besorolt települések közül a 106 egyéni választókerület, nagyon jó a Pali, egyéni választókerület, igen, így van, ből a 86. leggyengébb a balliberális oldalra, vagy akár hogy hívjuk, számára. Tehát abszolút nem kecsegtetett ez győzelem. De akkor mi a megoldás? Tehát úgy látszik, ez nem működik, hogy az MSZP kijelöl valakit, majd beáll mögé a DK, majd mondjuk az együtt megpél, meg mit tudom én ki azt mondja, hogy ők most nem. Tehát ez így nem megy. A készféle megoldás, az meg rendben van, most mondtad, nem rossz vicc, hogy kész volt. De hogy az lehet esetleg egy megoldás arra, hogy a megbukott Fidesz kormány, mert valószínűleg már megbukott, illetve én hiszem, hogy megbukott, hogy 18-ban egy tragédia jöjjön, amit Jobbik. Mert akkor pakolok. Optimistán menjünk el, vagy pessimistán? Optimistán. Akkor nem válaszol. Muszáj. Szóval nem tud kijönni más konstelláció. Mert én hajlamos vagyok arra, hogy a Fidesz és a Jobbikos szavazatokat egy blokkban kezelje. És az nem tud elmozdulni a kétharmadról. Jó, mégiscsak pessimista vagy. Hát tudok ennél pessimistában is fogalmazni. Ugye itt a kérdés az, hogy milyen koalíció jön majd létre a
következő választáson, vagy 16-ban, vagy 18-ban. Hogy a hárompólusú ez az ország már, tehát van egy Fidesz, van egy Jobbik, és van a úgynevezett balliberális blokk, amiben az LMP például nincs benne. Jaj, ma olvastam egy Schiffer nyilatkozatot valahol, nagyon helyes volt, ők azt keresik, hogy mivel tudnák a jobbik szavazókat maguk felé csábítani. Hogy hogyan lehetne versenyezni a Jobbikkal. Nagyon mindegy. Tehát azért mondom, ez egy 3,5-pólusú osztató ország már. Ugye, és hát azok jönnek szóba, hogy a Fidesz egyedül többséget szerez, akkor ez folytatódik. Ezt szokták ugye programként felírni, hogy folytatjuk. Jöhet egy Fidesz-Jobbik, hogyha nincs abszolút többsége, jöhet egy Fidesz-Jobbik koalíció, erről beszéltünk, jöhet egy Fidesz-MSZP koalíció, és jöhet egy Jobbik-MSZP koalíció, ha a Jobbik nem szerez abszolút többséget. Na most az a baj, hogy ez nem az én gondolatmenetem, az most jön. Egészen addig a magyar választók nem fogják másnak látni a Jobbikot, mint tiszta kezűnek, új arcoknak, fiataloknak, dinamikusoknak, amik hatalomra nem kerülnek. Hiába kezdik már mondani, nem tudom, érdemes utána nézni, mivel felvétel van, ezért én ezt nagyon óvatosan mondom, de valakitől hallottam a televízióban, hogy a parlamenti pártok közül Jobbikos van legnagyobb számban elítélve bíróság által. Nem tudom, hogy így van-e, érdemesen meg utána nézni. Valamint hát az, hogy tiszta kezűek, hogy nincsen közük piszkos pénzhez. Hát ugye ezt nehéz... Így van. Tehát egyrésztről beszélnek az orosz pénzekről, beszélnek az iráni pénzekről. Konkrétan tudjuk a Kovács Béla ügyet. És így tovább. És így biztos lenne még egy csomó más, de még egyszer mondom, ezen a magyar választó, az a magyar nemzetnek, a magyar népnek túl kell esnie azon, hogy a Jobbik hatalomba kerüljön. Hogy kivel kerül hatalomba? Egyedül vagy mással? Hogy ez a más a Fidesz-e vagy más? Azt nem tudom, de túl kell ezen esni. Én azért ezt a kanyarót el kell ülném. Nem tudjuk rajta. Nem tudjuk. Én hiszek benne, hogy ellen. Én kérdeztem, hogy optimista Bokros vagy. Bokros Lajos egy hónappal ezelőtt azt mondta, abban az esetben a Jobbik itt hatalomra kerülne, másnap állok csőd. Ez azt következne abból, hogy a nyugati hitelezők azonnal kivonnák a pénzeiket a magyar államkötvényekből, a piacra dobnának több 1000 milliárd forintnyi, illetve dollárban denominált kötvényt, mert az lenne a következmény, hogy azt leváltanák euróra, 5-600 forintos euró. Itt a kérdés az, hogy például a német autógyárak maradnának, vagy mennének, nem? Nem mondom, könnyen mennek. Ezt én tudom, csak ebben az egészen konkrét esetben, hogyha a Jobbik kerül hatalomra azzal a háttérrel, azzal a szavazóbázissal, amelyet a németek jól ismernek. Hogy például én el tudok képzelni egy olyan pressziót Merkelék részéről, amitől mondjuk a Mercedes egyel arrébb áll mondjuk Romániában. Hát miből áll az? Sokban. Nem olyan könnyen. De könnyű. Igen. Ezt rosszul tudod. Könnyű. Leszerelik és felszerelik. Ennyi az egész. A Nobhesség, melyik? Eddig is azt csinálta. Amit hogy a múltig eddig azt csinálta. Persze. Persze. Hát miből állt a Nokiát itt bezárni? Miből állt? Azt a Nokiát, amelyet stratégiai partnerséget kötött az Orbán kormány. Fél év múlva bezár. Nem volt bele a Nokiának ebből, nem ebből volt problémája. Egy pillanat alatt bezárta.
és viszi tovább, most már nem Romániába, mert ott meg már drágább a munkaerő, de hát mondjuk Bangladesbe. Egyébként a két választásnak volt egy másik tanulság, hogy az emberek büntetni akarták a Fideszt mindkét helyen, még a legjogosabb körzetben is. Így van. És ezzel szemben ugye a Kész azért tudott nyerni, mert ő volt az esélyes, és ezt elhitette, hogy ő az esélyes. Tapolcán meg a Jobbik elhitette, hogy ő az esélyes, ezért nem feltétlenül gondolom, hogy szélső jobbos szavazók szavaztak a Jobbikra, hanem azért szavaztak oda, mert így akarták büntetni a Fideszt. Ez nem lett egy megoldás. Tehát inkább a baloldalnak arra kellene törekedni, hogy nem úgy állítunk előtet, hogy a MSZP rámutat DK beállmagé, vagy DK rámutat beállmagé, hanem valami teljesen új konstelláció. Tehát azt, amit Késznél csináltak, azt kellettne országos szintűre szervezni. Országos... Akár egy választási párt formájában, civilek bevonásával. Okay. Akkor azt mondd meg nekem, hogy egy ilyen civil, mint a Kész Zoli, országos, a 106 szavazó körzetben, akiket megválasztanak, milyen frakcióba fog majd beülni? Civilek, amit megválasztják őket, onnantól nem civilek lesznek. De melyikbe fog beülni? Azért mondom, hogy választási párt esetleg. Tehát, jó, tehát már egy kicsit vissza előrébb. Jó. És a választási pártban mondjuk, amikor megcsinálod a listát, akkor kit vesz, kit írsz előre? Nem akarok róla tudni, hogy oldották ezt meg. De nagyon nehéz, csak hát, tudom. A Nokiáról valamit akarok mesélni. Jó, más. Hogy mennyire, hogy miért ér, ugye azt mondtam, mert hülye vagyok, vagy fantáziadús, hogy felépíti Bangladesben. Mozambikból megyek át Dél-Afrikába. Ilyen útjaim vannak. És érzem, hogy amikor megérkezem és kibontom a csomagomat, hogy valami idegen tárgy van benne. Képzeljék el, a mozambiki vámosok kinyitották a bőröndömet, és beleraktak 6 darab Nokiát. Nokiás dobozt. Ez jó hangzik. Hat darab Nokiás dobozt, a Nokia nélkül. Tehát azt kell mondanom, hogy maga a telefon az nem volt benne. Mondom, mi a fele van itt? Azért mesélem el az egészet, mert rá volt írva mindenre, hogy Made in Hungary. Ja, igen. Tehát nálunk gyártották. Mozambikból Dél-Afrikába. Azt hiszem, hogy megfejtettem, hogy mi történhetett, hogy egy csomó csempész Magyarországról oda csempészett, Mozambikba csempészett, és a repülőtéren ellopott dobozok lehettek, amiből ők kivették a készüléket, és így tüntették el a bűnjelet. Volt egy magyar útlevél, és beletett. Tehát nem az útlevél, igen. Hát, hogy nem tehát, magyar, kinyitották, hogy magyar. Nem, hát csak az volt a lényeg, hogy átvigyem a határon. Jaj. Tehát nem, ők nem tudták elégetni a bűnjelet, vagy tehát valószínűleg ellopták a mobilokat, nem tudták elégetni, nem akarták kidobni a szemét, de mi a felét csináljanak a maradékkal, beletették az én dolgot. Úgyhogy 6 darab Magyarországon gyártott Nokia alkatrészsel lettem gazdagabb Mozambikban. A dobogott a honfiúi szívem. Ha már bulvárnál vagyunk, akkor egy olyan kérdés hadd tegyek önt, mert régen meg akartam tőled kérdezni, hogy azért végig csináltad ezt a kvízmester időszakot azért. Volt egy-két olyan figura, aki még sok mindenkinek megvan a fejében. Tudsz róluk valamit? Igen. Kapásban volt, mondjuk a Nagy Józsefre emlékszem, akkor volt egy Bence nevű fiatalember, aki sokáig jutott. Akkor volt egy Puszta Zámori jegyző. Hát meg a segédpostás, ugye Békés Csabáról. Halljunk már róluk valamit, mi van meg? Egy ideig ellenálltam én az ő meghívásuknak. Ők maguk, ez nagyon helyes dolog volt, ők maguk szerveztek egy kvízklubot, vagy rejtvényfejtő klubját, nem is emlékszem, és rendszeresen összejártak, és engem is hívtak, hogy menjek oda. Tehát ők tartották egymással a kapcsolatot, és én nagyon sokáig ellenálltam, mert nem láttam biztosítottnak azt, hogy ezekkel a
profi, okos, értelmes, rokonszenves emberekkel nem fog megint ilyen szituációban összehozni a sors, tehát hogy fogunk egymással játszani. Nyilvánosan vetélkedőben. Mert én nagyon nem szerettem, ha ismerősül előttem a játékban. Ezen jobból azt én nem tudtam kezelni. Nagyon rosszul kezeltem, ha én tudtam, hogy ő mit szeret, mi a kedvence. De akkor, ha olyat kérdezek, akkor azért kérdezem. Ha nem olyat kérdezek, azért nem kérdezem, és tovább. Tehát én ezt adom. De aztán annyira erősködtek, hogy elmentem. Egyszer, kétszer, talán háromszor hozzájuk játszani. Én magam is játszottam. És aztán azt mondtam, hogy ezt azért mégse. És aztán úgy alakult az életem, hogy többet nem kapnak esélyt, hogy velem betélkedőben játszanak. De most már nem mentem vissza. Igen, tudok valamit? Például a postással mi van? A postást azt tudtam, nem rúgták ki, hanem azt hiszem, hogy Budapestre költözött. És talán nem postás már. Inkább azt mondom, hogy nem tudom. Utána lehetne nézni. Volt nyoma, volt nyoma annak, hogy mire költötte a pénzt. Igen. Volt egy Bárdos neve, 10 milliót nyert, én őt ismerem. Bárdos? Bárdos, nem tudom, hogy tudták, hogy Keszthelyi szakállas fiatal. Hát 10 millió sokkal. Az nem értem. De azt kétségtem, hogy 40 milliót meg csak egy. Postás az csak 20 millió. 20 millió. De mindenkinek ő van meg ebben. Igen, mert jó fej volt. Nem. Azért, mert egy rendkívül vonzó személyiség volt. Tehát úgy tudod, én azokkal szerettem játszani, akikkel most egymás között vagyunk, akikkel műsort lehetett csinálni. Tehát az, hogy én kérdezek valamit, ő válaszol, mi Franciaország fővárosa, azt mondja B. Mit lehet ilyenkor csinálni? Jól meggondolt? Nem Moszkva, vagy mi azt szart csinálni? Nem, B. Ilyen is volt. Mert egy menjen francba. Szóval azt nem szeretem. De aki látszott, hogy lelkes, hogy meglepődik, hogy figyel, hogy terelhető. Nem tudom, hogy kiderült-e, én nagyon szeretek beszélni. Azt utáltam a vetélkedőkben, a milliómos után, hogy nekem csak fel kellett olvasnom a kérdést, utána lett, ami lett, lenyomta, megmondta a választ, és kellett menni tovább. Megőrültem, hogy nem tudom elmondani az érdekességet róla. A milliómosban ott lehetett terelgetni. Tehát amikor én ezt először hallottam szakember szájából, hogy hogy kell csinálni, mert jött ide egy Hollandiából, holland közvetítése Angliából, egy ausztrál fiatalember, globalizált világban élő, hogy elmagyarázza nekem, hogy hogyan kell ezt a műsort csinálni, akkor ugye azzal kezdte, hogy mit csinálsz, kérdezi tőlem, mit csinálsz, az a kérdés, hogy mennyi kétszer kettő, és kijönnek azok a válaszok, hogy 3, 4, 5, 6. Hát mondom, be fogja jelölni azt, hogy 4, és megyünk tovább, azt mondja, nem. De addig magyarázod, hogy nem 4, hanem 5, amíg azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány. Neked az a dolgod, hogy elmagyarázd neki, hogy az 5. És ha nagyon okos, nagyon tud, akkor vissza fog menni a 4-hez, és akkor azt mondod, hogy gratulál. Azt mondtam neki, hogy ez életveszélyes, hogy engem addig egy ilyen nagyon mosolygós, kedves tanítóbácsinak képzelni, aki mindig segítőkész, meg örül. De mondom, ez egy aljas játék. Hát engem meg fognak gyűlölni az emberek. Azt mondja erre, hogy ha majd téged csizmában, antancíjjal, korbáccsal a kezedben fognak ábrázolni, amit ütöd a játékosokat, akkor mondhatod, hogy jól csinálod. Hát mondom, ez szép. És akkor én ezt megpróbáltam, és nagyon elkezdtek gyűlölni. Tehát ez bejött. Kaptál fenyegetőt? Annyira jön.
Még ma is. Még ma is utálnak, még ma is utálnak ennek sokan. Emiatt egészen addig volt, ami zavarló, hogy mit kell csinálni, amíg azt nem mondtam, hogy de hát kedves nézők, én ezt bemondom a kamerába, kedves nézők, legyen világos, az én dolgom az, hogy vigyázzak az RTL pénzére. Tehát én a játékost félre fogom vezetni. Elég jó órabérén ül nálunk, de voltál sokszor, ugye? Nem játékos. Kiderültek különböző ismertsége. Ő csak a konkurenciához jár. Ezt még azért... Erről még beszélünk. Te is utáltál, mi? Dehogy is. Ugye nem? Nem. Lehet, hogy egyszer kiszállt a számot, de szemét volt. De mondom, erre én fel voltam vissza. Tehát azt mondtam, hogy kedves nézők, játszunk nyíltan. Én a játékosnak vannak a következő segítségei. Fele-fele, ugye elveszük a felét, a számítógép segítség, a közönség segítség, a telefonos segítség. Elviheti a pénzt, amikor akarja. Én megkérdezem tőle, nem mennyi 2x2, hanem mennyi 2 millió 22x2 millió 22. És még akkor is felállhat és ellen. Hát olyan könnyű ez a játék. Hát minden a játékosért van. Én vagyok az ellenfele. Ha engem legyőz, annyi pénzem megy haza, mennyivel akar. És innentől kezdve ez jó, hogy ezt megcsináltam, és akkor megbocsátottak nekem néhányan. Ez milyen neked, hogy ez a mai napig szálló, igen, a munkahelyemen a kollégákkal mondjuk, hogy kérj telefonos segítséget, ez naponta, vagy egy filmben az volt a poén, hogy a vágod az úgy ment át, hogy Vágó István. Igen. Tudom, ez a megdönteni hajnalatikben át. És én nem terveztem, maradjon ezt közöttünk, én nem terveztem, hogy megnézem, de az Osvárt Andrea írt nekem, hogy nézzem meg, mert egyik szereplője. Sajnos nekem, úristen, ezt a feleségem is megnéz. Szép lány. Nagyon szép lány. Na, szóval... Most ezeket hogy éled meg? Ez jó. Az az érdekes, és azért vagyok büszke erre. Mert arra emlékszem, hogy ezt a három segítséget, ezt én hosszú idő alatt találtam ki, hogy hívjuk. A telefonos segítséget úgy hívják az eredetiben, hogy ez egy angol találmány, hogy call a friend, hívjál fel egy barátot. Na most, megvan még a hívjál fel egy barátot segítséged, ezt nem lehet mondani. És nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez hogy legyen. Ugyanez, például a három segítséget úgy hívják angolul, hogy lifeline, életvonal. Hogy miért, nem tudom. De ez a három segítség, ez ott a három lifeline. Én mentőnek akartam őket, az nem jött be. Segítség. Igen. És a számítógépet pedig úgy hívták, hogy 50-50. Biztos sokan megkérdezték már, de úgyse hiszük el, egy párszor eljátszottad, hogy nem tudom a választ. Te mennyit nyertél volna, hogyha te játszol? Először is játszottam. Aha. Játszottam én. Nem mondom meg, hogy meddig mentem el, de nem a legtetejéig, de 1,5 millió fölött. És akkor ott fel kellett adnom. De nem az a jó kérdés, hogy tudtam be a választ, hogy nem ezt szokták tőlem kérdezni, hanem azzal szólt. Ugye mostanában engem például az interneten már nagyon gyűlölnek, nyilván azért, mert nem úgy gondolkozom, ahogy a többség, és ennek én hangot is adok, most is hangot adok. Tehát lehet mondani, hogy egy kisebbségi álláspontot képviselek ebben. De most ilyenkor azzal szokták magukat nyugtatni, hogy a Vágó az a példa arra, hogy a diploma az nem jelent intelligenciát. De jó, a Vágó művelt, de nem intelligens, mert hülyeség. És hogy lehet beállni egy ilyen szörnyű pali mögé, mint aki mögé beállt. De ez még a jobbik eset, a rosszabbik eset az, hogy miért mondjátok rá, hogy művelt,
mikor minden kérdése ott volt a válasz a monitorján. Ennél az is beszéltem. És? Amikor a fickó felállt, és ment körbe-körbe, hogy ő megnézi a monitorodat. Úgy van. És megnézte. És megnézte, igen. Na most kitettem a gyerekek, kitettem a lelkemet, mert ez nem egyszer volt. Én többször, mindannyiszor megragadtam az alkalmat, hogy megmutassam, hol a kamerának mutattam meg, hol a Palina, jöjjön ide, és együtt játszunk az én monitoromról. Nem hiszik el. Nem hiszik el. Ahogy azt se hiszik el, hogy én előre nem ismertem a kérdéseket. Mert otthon én tudok ülni és megtanulni a kérdéseket. Először is egy nap 6-ot vettünk fel, másodszor pedig abban azért van valami, hogy a számítógép kisorsolja a kérdéseket. Tehát van ennek egy nagyon komoly számítógépes háttere, ahova egyébként, de jó, hogy az eszembe jutott, mert már elfelejtettem majdnem, biztonsági őr vigyázott rá, hogy illetéktelenek, így én se jussak be a számítógépes terembe. Engem se engedett be. 40 millió forintról van szó, tehát nagyon könnyű, ha mindenki tudja, hogy milyen kérdés jön, ugye, vagy előre látja, hát akkor az kiszivárog, és az abból borzasztó. Volt csalás, de nem Magyarországon. Az se volt csalás. Nem volt csalás. Nem, hát egy ilyen eset, szerintem erre gondolsz, amikor köhögtek. Tehát ott ült, elmondom a szituációt. Láttak már, legyen ön is millió most? Igen? Ez egy ilyen köraréna, abban van két szék, egymással beszélget a két pali, és körülöttük ülnek a nézők. Megdöbbentően kicsi stúdióban. Igen? Számomra ez. Ott ülnek a nézők. És az egyik angol adásban arra lettek figyelmesek, hogy az egyik játékos mindig megvárt valakit, aki köhögött a közönség soraiból, és annak alapján válaszolt, hogy mit köhögött a néző. Ezt utána visszanézték, és meg is találták a bűnöst, azon. Nyilván az egy nagyon okos pali volt, vagy mit tudom én. Hát vagy volt egy kapcsolat a külsőssel. Kivel? Külsőssel, aki. Hát az mikrofon kellett volna. Hát sok minden van meg az fülé, nem tudom, ez nem olyan egyszerű. De mindegy, én azt mondom, megbüntették, azért nem, volt valami jogi eljárás. Miközben én azt állítom, hogyha én felteszek egy kérdést a játékosnak, és ő tudja a választ, vagy azt gondolja, hogy tudja a választ. Visszatérek az eredetihez. Nekem őt el kell bizonytalanítanom. Tehát hiába köhögi meg valaki a helyes választ, attól én még el tudlak téged téríteni, ha jó vagyok. Ha jó vagyok. Hát csak nem tudira megy, de nem létezik. Tehát ő, akkor is, ha a játékos úgy dönt, hogy szerinte B, akkor én... Ha jól csinálom a dolgomat, akkor el tudlak téríteni a C felé. Elképesztő. Elképesztő nézettsége volt. Miért vették fel mégis? Mert a vége felé már nem volt olyan elképesztő. Én szerintem ez kiégett. Bennem feltétlenül.